Megjött az értékelés Brüsszelből, megnézték, mikor lehet eurónk. 306-ról pattant vissza az euró-forint árfolyama, és baj van a bubi rendszerrel. 4 óra van, ezek a privátbankár főbb hírei. Röviden, én Füstös Móni vagyok, és már is mondom a részleteket. Az Európai Bizottság konvergencia jelentése szerint a legtöbb feltételnek megfelelünk az euró bevezetéséhez, de vannak még hiányosságaink. A jelentés szerint Magyarországon az infláció, a hosszú távú kamatláb és a költségvetési hiány is alacsonyabb a küszöbértéknél. Az államadósság stabil, az ország nem áll túlzott deficit eljárás alatt, így ezeknek a feltételeknek megfelel. A bizottság szerint Magyarországnak jogi téren van pótolni valója, valamint legalább 2 évvel az euró bevezetése előtt csatlakoznia kell az európai árfolyam mechanizmushoz. Nézzük, mi lenne, ha ma vezetnék be az eurót. Nem járnánk jól, gyengült ma a forint, megközelítette a 306-os szintet is az euró jegyzése. A Commerzbank szakértői szerint, ha tovább folytatódna a gyengülés, akár 307 forint 50 fillér is lehetne az árfolyam. A jegyzés eddig nem tört át a 306-os szintet, visszapattant onnan, ebben a pillanatban 305 forint 20 fillért kérnek 1 euróért a bankközi devizapiacon, és 249 forint 90 fillért 1 svájci frankért. A tőzsdén sem fényes a helyzet, a vezető részvények közül mindegyik mínuszban van, kivéve a Magyar Telekomot, amelyik stagnál tegnapi záróárához képest, az OTP viszont 2%-os mínuszt mutat, 1%-os mínuszban van a Richter, így 0,5%-os mínuszban van a BUX. A kúria elnöke június 16-ára összehívta a jogegységi tanácsot, hogy döntsenek a devizahitelek esetleges tisztességtelenségéről. A tanácsnak arról kell állást foglalnia, hogy tisztességtelenek-e a devizahitelek, amiért az árfolyam kockázatot a fogyasztóknak kell viselnie. Az úgynevezett Kásler perben tegnap a kúria olyan döntést hozott, hogy tisztességtelen az árfolyam rés, a bankoknak a jegybank középárfolyamát kell alkalmazniuk. A június elejé teszten nagyon rosszul szerepelt a Bubi, a közösségi bicikli rendszer, ezért júliusra csúszik az átadás, sőt a szerződés felmondása is szóba került, tudta meg az Index. Miután a legutóbbi teszteken a rendszer kompletten megbukott, úgyhogy még a nyilvános próbaüzeme megindításához szükséges alapvető funkciók sem működtek megbízhatóan, a BKK kilátásba helyezte a szerződés felbontását a Bubi rendszer szállító T-Systems-szel és a Csepel kerékpárgyárral. És aki a bicikli és a tömegközlekedés helyett az autót választja, most örülhet, pénteken még 2 forinttal olcsóbb lesz a dízel a mai árcsökkenés után. Így a benzin és a dízel literje is 413-414 forintba fog majd kerülni átlagosan. Közben pedig elkezdődtek a nyári fogyasztóvédelmi ellenőrzések, a vendéglátósokat és a taxisokat ellenőrzi a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság. A hatóság célja nem a bírságolás, hanem a jogkövető vállalkozások arányának növelése. Így azok az ellenőrzött vállalkozások, amelyeknél mindent rendben talál a fogyasztóvédelmi hatóság, felkerülnek a pozitív listára. Újabb mérgező halkonzerveket találtak a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal munkatársai. Ezúttal 4 füstölt hering halkonzervről van szó, ez az egyik, amit a képen látnak. A hivatal már elrendelte, hogy a konzerveket vegyék le a polcokról, mert határérték feletti a benzol származék bennük. Holnap reggel jövünk legközelebb élő híradóval, addig olvassanak minket a privátbankár oldalain. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Szeretné megismerni a pénzvilág működésének alapjait? Első kézből akar értesülni a legfontosabb változásokról? Tudni szeretné, mi történik a gazdasági és pénzügyi események hátterében? Utána jártunk. A privátbankár.hu oldalai megjelenő cikkek közül egy csokorba gyűjtöttük azokat az exkluzív anyagokat, amelyek elsőként vagy kizárólag nálunk olvashatók. Mi ugyanis utána jártunk. Háttérinformációk a gazdasági és pénzügyi hírekről, tőzsdei és devizapiaci elemzések, összeállítások, ismeretterjesztő cikksorozatok üzleti alapismeretekről, állampapírokról, befektetési alapokról és az élelmiszerárak alakulásáról. Tudják, privátbankár, pénzügyek, okosan.